A zeneiskola pedagógusai a hagyományhoz híven idén is mókás farsangi műsorral készültek. Ebben az évben a Hófehérke és a Hét Törpe című mesét dolgozták föl. Farsangi időszakban mindig ott szoktuk, hogy a Bálint nap környékén, a Valentin nap környékén csináljuk a Testvér Múzsák Alapítvány és a Zeneiskola báját. Egy picit beszéljünk már arról, hogy milyen évet zártatok, és milyen év előtt álltok. Nagyon jó évet zártunk. A Pomázváros önkormányzatától átkerültünk a Klebersberg Kuno intézmény fenntartó központhoz, és teljes mértékben szakmailag is és gazdaságilag segítették munkánkat, úgyhogy az ilyen financiális kérdésekben teljesen rendben van az iskola. A tetőteret, a padlásteret, amit hosszú-hosszú éveken keresztül nem tudtunk megoldani, felújítani, megcsinálni, Pomázváros önkormányzatának nem volt erre pénze. Most a Testvér Múzsák Alapítványnak sikerült annyi pénzt összeszedni, hogy használhatóvá tudtuk tenni, és most a bál bevétele majd ennek a tetőtérnek a festésére fog felhasználódni. Megmaradt-e minden csoport, minden tanszak? Igen, minden tanszak megmaradt, minden csoport, ugyanannyi létszámmal, ugyanannyi tanárral, sőt, több tanárral tudunk dolgozni, hiszen kaptunk könyvtáros tanára álláshelyfejlesztést, ami nálunk nem igazán könyvtáros, hanem kottatáros funkciót lát el, és kaptunk második igazgató helyettesre is státuszfejlesztést, hiszen az iskola létszáma a nemzeti közlevelési törvény szerint megérdemli azt, hogy egy igazgató és kettő igazgató helyettes dolgozzon az iskolánkban. 2014-ben az oktatásban lesz valami új szakmai versenyekkel, hogy álltok? Hát ebben az évben is nagyon sok minden vár ránk. Az előző évben elkezdtük a Peregrinus klubunkat, amikor a régi növendékeket hívjuk vissza. Rengeteg pályázatot nyertünk. A 2013-as években kb. 11 millió forint pályázati pénz jött az iskolánkba. Ezt különböző programokra, táborokra, versenyekre tudtuk felhasználni. Ez az év is arról szól, hogy megpróbálunk sokat pályázni, és hát a programjainkat, amit eddig megszoktunk, az mindig megtartjuk, és ha tudunk pályázni valami más, valami színesebbre, még színesebbre, azt is meg fogjuk tenni. A szülők nagyon aktívak továbbra is. Nagyon könnyű őket megkérni, hiszen mi egyénileg tanítjuk a gyerekeket, és szinte baráti kapcsolatban állunk a szülőkkel, napi kapcsolatban is akár, és így látják a gondjainkat, tudnak segíteni bármiben. Ilyen volt a tetőtér felújítás, és a szülői munkaközösség is sok mindenben tud segíteni, ha kérjük. Akkor beszéljünk egy kicsit a farsangról. Ez mindig egy ilyen mókás esemény szokott lenni, ugye a nevelőknek, tehát az oktatóknak a kis műsorával, és minden évben elmondjátok, hogy nem nagyon készültök rá, mert nincs időtök vele foglalkozni. Most ebben az évben milyen programot láthatnak, milyen műsort láthatnak a nézők, mennyit foglalkoztatok vele? Most se foglalkoztunk túl sokat vele, illetve az ötletelés az mindig korán elindul, és most egy nagyon nagy apropója volt. Az egyik kollégánknál úgy döntöttek, 5-6-an összeálltak, hogy kolbászt töltenek, és erre meghívták a többi kollégát is, akik ugyan nem tölthettek kolbászt, de ötleteléssel és a borozgatással egybekötött farsangi előzetes megbeszélés ott a kolbásztöltés kapcsán megtörtént. Ez volt már körülbelül 3,5 hete, és onnantól kezdve azért próbálunk minden délelőtt azok a tanárok, akik éppen aznap tanítanak, de az igazi főpróba az ma volt délután 3 órakor, most volt itt mindenki együtt egyszerre.